A kupuszini József Attila általános iskola épületéhez sohasem tartozott tornaterem. A tanulók szép időben a szabadban, az őszi és téli hónapokban pedig az öreg iskola úgynevezett lakodalmas termében tornáztak. Annyiban különbözik a benti tornázás, mint a kinti, mivel itt akármikor bírunk tornázni, és nem függ az időjárástól, vagy akármitől, és itt több mindent bírunk tornázni, mint kint. Nagyon örülök annak, hogy megcsinálták az új tornatermet, mivel sokkal több felszerelést kaptunk, és különleges gépeket az edzés terén, és így sokkal jobban el tudjuk sajátítani, amit el kell. A tornaterembe új felszerelés is érkezett. Eddig a tornaórákat, mivel nem volt helyiségünk, ahol ennyire ki tudtuk volna használni a testnevelés órákat, kint tartottuk. Ugye itt ki voltunk téve a időjárási viszonyoknak, mert ha esett, ha fújt, vagy hideg, ugye télen, akkor a régi, a több funkciós terembe tartottuk az órákat, de viszont tornaszerekből igen-igen szűkölködtünk. De hát most ennek köszönhetően, ami 2-3 éve beindult ez a projekt, sikerült megvalósítani. A tornatermet, az öltözőt és vizes blokkot az úgynevezett öreg iskolában alakították ki. Nagy összefogással hoztuk össze a tornatermet, mert több felől jött a támogatás. A Nemzetpolitika Államtitkárság támogatása Bethlen Gábor alapon keresztül és a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével érkezett a tetőre a pénz, 16,5 millió forint, illetve a szenny és vízvezetékre, az 5,5 millió forint volt. Az Embererőforrások Minisztériumától Maruzsa Zoltán államtitkár segítségével kaptunk 11 millió forintot, ebből a padlózat és a tornaterem felszerelése lett, illetve a fűtés megoldva. A tartománytól a Nemzeti Kisebbségi Oktatási Titkárságtól kaptunk a homlokzatra 2 millió dinárt. Jelenleg az öreg iskola udvarának rendbetétele zajlik, melyre az iskola 2,8 millió dináros támogatást kapott az Apatini községtől.